Győriné Széchenyi Mária ünneplőbe öltözteti a fiatalokat, a gyermekeket, az idősebb korosztályt. Mi az ő hitvallása? Az angol trónörökös skót szoknyája, a bajor kancellár tiroli bőnadrágja, a magyar fiatal bocskai kabátja, az igazi ünneplő. Kronoletter Sára fogja bemutatni zöld bársony kabátban, fekete matén szoknyában, paszományos Petőfi blúzban az öltözetet, és kíséri Káré Dániel. Galambkosaras mellényben, fehér ingjét angyalkás címeres nyakkendővel viseli, és boldogan mosolyog a vendégekre, és ők így ketten bármilyen ünnepségre elmehetnek. És hogy most ki érkezik, nézzük, a Gólya család. Hát nem, megérkezett. Peti, de jó. Sára, Ekrű Zsorzsett ruhában, paszománnyal díszítve. Peti, bocskai öltönyben. Sokat szoktak így együtt fellépni, táncolni, és a zenekarba is szereti ezt a ruhát. És most érkezik Eszter, Ekrű Zsorzsett ruhában, borítással díszítve. És hol hagytad a barátnődet? Mercedes, ne hagyd el! Barátnője, világos orgonaszín, paszományos kosztümben érkezik. Együtt elmennek, ha jól tudom, színházba, de Eszter nem régen egy nagyon szép ünnepségre készítette magának ezt a ruhát, saját ruhája. Köszönöm szépen, de azért nagy tapsot megérdemelnek, de hogy ne maradjon ki, boldogan és büszkén, bordó bársony kabátban, borítással díszítve, hátán hímzéssel kíséri boldog édesanyjuk, Marika. És most testvérek fognak érkezni hozzánk, mégpedig a belovai testvérek. Lili, piros menyecske ruhában, Nóra, piros-fehér menyecske ruhában, és aranysújtás van a kis ruháján. Pörögjé, forogjá egyet, nagyon szép vagy. Ide gyere, nézd csak oda, Marika nénéhez. Úgy, jönnek a többiek. Ancsika modern ruhája. Mider, és Miderben, melyet paszomány díszít egy hozzáillő pörgő szoknyában. Beatrix komolyan kék ünneplőbe és fehér zsinórozással díszítette. Köszönöm szépen, egy nagy tapsot érdemelnek a testvérek. Köszönöm, egy nagy pörgést. Csinosak vagytok. Csatlakozik hozzájuk Dominika. Megmutatja, milyen szép ruhája lesz, hogyha menyecske lesz, nem soká az lesz. És jön kicsi barátnője, Zoé, taft ruhában, fehér borítással és gyönyörű kis díszítéssel. És most érkezik készítőnek a családja, Győri család. Beáta, jön a Dorcika először. Egy elegáns paszománnyal díszített alkalmi ruha. Beáta édesanyja fogja két kicsi gyermekének kezét. Gergő és Máté. Gergő bocskai öltönyben van, Máté parasztingben és mellényben. Nagyon szépek vagytok, sziasztok! Integessé a barátodnak, megígérted, hogy integetsz neki, Máté. Petra, Ekrű bársony alkalmi kabátban, taft hosszú szoknyában. Barátja, Cibula József, szürke, bocskai öltönyben. El szeretném mondani, nem biztos, hogy fog neki örülni, Jocó, de nagyon szereti ezt az öltözéket, és büszkén mondhatom, hogy vőfénykedik is. És hogy őket kikíséri, Klaudia, sötétkék bársony palotás díszruhájában, jó barátja, Cibula bátor, Hunderteri néni által hímzett turai parasztingben hozzá ezüstgombos pitykés mellényt visel. Most még egy pillanatra forduljatok vissza, jó? Köszönöm szépen. Szeretnék mellé állni,
ugyanis megosztom önökkel egy nagyon kedves családi történetünket. Tavaly nyáron kismenyünk ebbe a gyönyörű ruhába volt menyasszony, én pedig örömanya ebbe a ruhába, amit szintén a Győriné Széchenyi Mária készített. És innen kívánok nekik nagyon boldog családi életet, megszületett kisgyermeküknek is. Köszönöm szépen! És most következik Magyarósi Noémi, egy másik terület, piros míder, arany sújtással, zöld szoknya, fehér muszling ingvállal, és egy csöpp gyermeknek fogja a kezét Márikának. Márika az esküvőre mondjuk viheti a gyűrűpárnát, vagy a menyasszony előtt szórja a gyönyörű virágot. Noémi, hát szerintem egy március 15-i ünnepségen gyönyörű lennél. Most is az vagy, de akkor meg még szebb. Köszönöm szépen! És nézzük, érkezik hozzánk egy gyönyörű menyasszony, Mészáros Petra, aki paszománnyal és gyöngyökkel díszített matén-szatén ruhát visel. Menyasszonyunk a mai divatnak megfelelően váll nélküli fazont visel, de ez egy pillanat alatt válik rövid, illetve hosszú ujjúvá tudjuk varázsolni, ahogy a menyasszony szeretné. Kísérője egy igazi lovag, mégpedig borlovag. Galga Hévízről érkezett hozzánk vendégségbe Archibald. Egyetlen egy hibája van. Hát nincs üveg a kezedbe. Hát azért ez nagy hiba. Sötét zöld bársony felöltőt visel, kalpaggal, arany fémszáló zsinórral díszítve. Köszönjük a megtisztelő figyelmet és a tapsot. Megkérjük menyasszonyunkat, résztvevő modelleket ajándékozza meg egy-egy rozmaringos almával, némi édességgel, mint az igazi lakodalomban. A rozmaring a tartóság jelképe. Legyen tartós a szeretet, a megértés, a megbecsülés és az egymás iránt érzett tisztelet. A rozmaringos almát Győriné Széchenyi Mária szintén örömanya ruhában hozta be. Fekete újatlan ruha, piros felső, fekete díszítéssel. Köszönetet szeretnénk mondani a bemutatón résztvevő modelleknek, segítőknek, és akik nélkül ez a kis műsor nem jöhetett volna létre. Megköszönöm, hogy az első szóra igent mondtak a felkérésre, segítettek elrepíteni a szivárvány mögé a nézőket, mosolyt varázsoltak az arcokra, mert a mosoly nélkül az nem kerül semmibe, és mosoly nélkül nem vagyunk elég gazdagok. És aki adja, az is boldog, aki kapja, az is boldog, hogy adhatott. Mosolyogjunk hát minél többet egymásra. További szép napot kívánok!